Hello, sziasztok! 29 col. Ez az én bringám, és most, mivel Zénónak elméletileg versenye lesz itt, és hát ez a Mali Mustang egy kicsit a vét, a 24 colos, tehát ide mellé menjen a különbség a kerékbe. Ezért megpróbáljuk az XS-es vázas 29-est rászabni. Hát kerékbeli különbségek vannak. Látszik? Látszik, hogy egy kicsit kisebb ez a kerék, nem? No, szóval... Kulacsot ezt úgyis vinned kell. Fogd meg ezt a kamerát. Úgy, körülbelül... Ez az ülés, ez most jó lesz neked, én úgy döntöttem. Egyszer már bepróbálkoztunk. Így. Vedd fel a sisakodat. Ott valahol a földön. Ebben olyan fölös súlyok nincsenek. Ez mehet, a kulacsot meg azért vitt, hogy szokd a súlyt, mert az majd kell a versenyen is. Hát most próbálj meg vele először itt lefelé menni, ne is váltsál el, ott fordulj meg, aztán gyere vissza, hogy ebben a sebességi fokozatban ez megye. A fékekkel meg óvatosan, tudod, mert ezen tárcsafék van. Hú, mekkora az a bringa neked. Simán! Nem nagy ez a 29-es. Hadd szóljon! Na gyerünk föl! Azért egy XS... Na, szóval egy XS-es vagy XXS-es váz, nagyon picik ez a váz, 15-ös, talán 15 colos. Egy 29-es kerékhez ez így kiszolgál egy... Milyen magas vagy? 143. Ó, tudsz beszélni, akkor volt még energiád is. 143, és... Most akkor még egy olyan dolog, hogy van benne egy levegős, olajos teló, ami az én súlyamra van beállítva. Beállítsuk, hogy csillapítson? Mert most igen. Még jelenleg... Hány kiló vagy? 34. Most itt kell megfejteni a táblázatba. Te itt ilyen kiló nincs is. Kisebb, mint 63. Az a legalja. Most ez 100-as, 120-as? Ez a 100-120-as. 50 PSI-re le kéne engedni, hallod? 50 PSI-re. Nekem hol is van? Nekem most ez a 81 kiló. 100 PSI. Szóval fele ennyi kéne. Mindjárt hozom a telópumpát, ezt leengedjük. Ezt megtudod, hogy milyen az, ha működik a teló is. Telópumpa. Beállítsuk a te súlyodra. Vagyom. Ha le tudom tekerni a kupakot, ez sem most volt elállítva. Most a keréknyomással nem játszok, mert szerintem azt is neked le kéne venni. Hát ott 100-on van ez az én tömegem. És 50-ig leeresztettem. Most a te súlyodhoz jó. Most a csillapítása, mert olajos, azon is szerintem gyorsítani kell, de ha most mész vele, akkor érezni fogod a különbséget, próbáld meg. Most csillapít. Mondjuk ez nem egy a hardcore terep. Jó nézel ki ezen a 29-esen. Ugye, hogy jó? Mi van? Túl lágy? Nagyon lágy lett? Mi nagy? Nagyon lágy lett? Nem. Nem tudom, hogy a durvább terepen mész, akkor mi lesz? Városliget. Az ott él, vagy? A lényeg, hogy jó érzi magát. Mehetsz. Szóval most egy ilyen nagyobb lejtőt próbáljunk meg lefelé. Féked van, csak kurva erős.
Mi? Fel akarsz itt jönni? Hogyan? Döntsd el oldalra, ha nem megy. Nem tudsz leszállni máshogy. Ja. Na jó van, sikerült legalább a... Legalább a vészleszállás az megy. Na. Most úgy van a váltó, hogy a legkisebben, ott a legnagyobb, ez a legkönnyebb sebesség. Ez eléri. Ezt itt most fölülsz, mit ér el? Eléri, nem éri el. Nem az ott pont jó, az ott jó van beállítva. Most ezzel így mész, ezzel biztos, hogy föl tudsz tekerni. Jaj. Mert ezzel mindenhol el tudsz tekerni. Ezzel föl fogsz tudni jönni, azzal nem lesz baj. De hogy nem, én még rá is váltanék egyet az elsővel, hogy nehezebb legyen. De azért lefelé menni fog, vigyázz. Hát igen, ezért kell megtanulni majd váltani. Nem? Semmi baj! Na szóval a lényeg az, hogy tekerni már tudsz vele, csak nagyon meg kéne szokni ezt a nagy vázat. Mi legyen? Lemegyünk oda és próbálsz vele biciklizni kis pihenés után? De van. Na most a térded? Mit a térded? Azt kurva jön. Fáj? Fáj az. Nagyon bevágtad a izéba. Hallod, én ugyanúgy vágtam be magam. Nem is megy oda föl, az a lila ott az. Nem, a térdem fáj, de ja, nem tudod. Na mindegy. Akkor mik ebből a következtetések? Még mindig egy kicsit nagy a 29-es, meg ezen a dombon biztos, hogy nem kell följönni a versenyen. Szerintem itt ezt a kis lejtőt teszik bele. De nem hiszem, hogy ilyen komoly terep, mert ott én alig tekerek lesz benn. Úgyhogy most mivel mész a versenyen? Kicsit földes a fejed. Semmivel. Na jó, van, amíg Zénó gyógyul, addig megállítjuk a videót, ti meg iratkozzatok fel. Ez volt a 29 col 10 évesen. Csumi!